a szív felépítésének vizsgálata. Ehhez szükségünk lesz a bonctálon elhelyezett emlős szívre, szükségem lesz a szikére, az ollóra, és természetesen a higiéniai szabályok betartása miatt gumikesztyűre. Ezt most felhúzom. Közben már elmondanám, hogy a bonctálon elhelyezett szív, ez egy sertés szív. Szándékosan azért a sertés szívet választottam, mivel ennek a felépítése teljesen hasonló az emberéhez, csak méretbeni különbség látható rajta. Most nézzük meg a szív külső falát. A szív külső falát a szív burok védi, amely azonban ezen a szíven nem figyelhető meg, ezt már eltávolították róla. A következőkben próbáljuk megállapítani a szív elhelyezkedését az emberi torzó segítségével, majd ezt követően melyik lehet a szív jobb, illetve a bal oldala. Ha megfigyeljük a torzót, akkor látható, hogy a szív a felső mellüregben helyezkedik el a két tüdőlebeny alatt, és ha az állását figyeljük, a szív csúcsa a baloldali irányban mutat, ha így állunk mellette. Most próbáljuk meg elhelyezni a sertés szívünket is hasonlóan, és ebben az esetben, ha így mellette állok, akkor látható, hogy a szív koszorú erejei pontosan két félre bontják a szív külső falát, illetve természetesen a belső részt is. Amelyre most rámutatok, ha ezt szemből nézzük, akkor a szív jobb oldala, míg a másik oldal a szív bal oldala. Most nézzük meg, valójában mi a koszorú ereknek a feladata. A koszorú erek az aortából ágaznak ki, a friss vért szállítják a szív sejtjeihez, egészen a szívizomsejtekhez, ellátják friss oxigénnel, illetve tápanyaggal. Ezek az aorták egyre kisebb kapillárosokra ágaznak el. Majd a koszorú vénák az elhasznált vért összegyűjtik, és a szív jobb pitvarának nagy verőerébe fogják üríteni. Nézzük meg a továbbiakban, hogyan néz ki a szív belseje. Ezt boncolással tudjuk megtenni. Először a pitvar, illetve a kamra határán végzünk egy bemetszést, majd ezt követően üvegbotunkkal a pitvaron keresztül átnyúlunk, hogy nehogy átvágjuk a fal túlsó oldalát. A következő lépésben az előző meccésre merőlegesen megpróbálom szétvágni a szívünket, majd szétnyitjuk. Amikor szétnyitom, azonnal láthatóvá válik a négy üreg, a kettő pitvar és a kettő kamra. Most figyeljük meg, a szív belsejében még biztosítják a vér egyirányú áramlását. Először nézzük meg a pitvarok és a kamrák között. Ha szétnyitom, nagyon szépen lehet látni a vitorlás billentyűket, amelyek inhúrokkal tapadnak a kamrák, illetve a pitvarok falán. Ezek a vitorlás billentyűk megakadályozzák, hogy a vér a pitvarokba visszafolyjon. Ezáltal csak is az út a kamrák irányába vezethet. Most egy bemetszést fogok végezni a kamra és az aorta irányában, de itt is először egy üvegbotot hívok segítségül, nehogy átvágjam az artéria falát. Ahogyan elvégezzük ezt a bemetszést, itt láthatóak a zsebes billentyűk. Ezek a zsebes billentyűk biztosítják, hogy a artériába kilökődött vér ne tudjon visszafolyni a kamrába. Hisz abban az esetben, amikor kilökődik, a zsebes billentyűk a visszafolyó vértől megtelnek, és ezáltal elzárják a kamrába bevezető utat.
Most nézzük meg a szív izomzatát. Tudjuk, hogy a szív izomzata egy nagyon erőteljes, tartós munkavégzésre képes. Ha a szövettani szerkezetét vizsgáljuk, akkor látható, hogy a belsejét egy szívbelhártya béleli, lazarostos kötőszövettel, majd ezt követően a vastag falú szívizomzat látható, amely a hosszú időn át tartó nagy erőkifejtésre képes. Annak ellenére, hogy a szívünk egy ökölnyi nagyságú, mégis állandó munkavégzésre képes, és folyamatosan keringeti a vért az emberi szervezetben. Ennek az okai, saját ingerképző központja van, saját vérellátással, koszorúerekkel rendelkezik, illetve az erőteljes szívizomzat tartós munkavégzésre képes hosszú időn keresztül.